Csá népek, pulákmentes szemeket kívánok. Kaptam egy csatát Robtesától, a klántársamtól, Szevasz Robó. Láthattátok, hogy mindenféle kütyűvel föl van szerelve. A Robnak a Lore 40 T-je, harceri módosítás, meg egyébek. Hát az enyém az kicsit gyengébb felszerelésekkel fut, nincsen harceri módosítás, meg ilyenek. Csak valami hasonló felszerelésem van. Na, nézzük, a pálya az fjord, ahogy elnézem. Igen, lőhetjük a hatosokat, egy hetes köcsöggel vagyunk megáldva. Ez egy 100-as gán, 3361-nél töltünk újra. Nem tudom, az enyém mennyinél tölt újra, Robi ennyinél. 232-es pen, 300-as alfa a goldunk, APCR, 263-as pen, 300-as alfa. 2,5 szekenként tuhatjuk ki ezt a 4 darab skulót, és igen, ez a gun van az 50%-on is, ha jól emlékszem, a Libertén is, a Somán is, meg a tököm se tudja még mi a másik, Verda, meg talán még az 50 FCM-en is ez van, erről sem se tudja, de egy csomó 8-as francia cucc ezzel a gunnal van megáldva. Na, nyomjuk a Rob által küldött balhét felfele speed boosttal. Kicsit mint egyedül jönnénk ide, ez eléggé aggasztó, de mivel Rob elküldte a csatát, nem hiszem, hogy olyan rossz lesz ez a balhé. VK az itt dekkolva alattunk. Jön is a csávó. Hello! Na, még egyet. Szotyi! Na, ez gyorsan meg is oldotta Rob ezt a hatos kis lightot. Két skulóból, gyönyörű volt. Hát az enyémet én eléggé pontatlannak érzem, nem nagyon szeretek vele feltétlenül játszani, meg ilyet sem nagyon látott még az én lórom, hogy lőhetjük a kicsiket büntetlenül. Na, azaz. A KV2. Imádom a KV2-eseket, hogy beállnak sniperolni a 152-es gunnal. Hát mondjuk nem tudom, de nekem is van KV2-esem, két gun márka a bazd meg, de onnan a büdös életben nem találni kell vele semmit. Pedig egész jó legénységnél hagytam abba a KV2-est. Na mindegy. Mindjárt be is töltünk, szerintem Rob oda fog egyet vágni vakon. Na, nem vágsz egyet vakon, jó. Lehet, hogy Rob is úgy van, hogy hát eléggé sok miguret árazunk, vakon nem lövöldözzük el magunkat. Hát, ha nincs ott, és akkor megint veszítünk a damás kihozásból. Őha, 4-4, heavy sorunk az elúszott, az gáz. Ojjajjajjajjajj. Megjött ez a kerekes izé, az FSV gyönyörűség. Bocsó, erről lemaradtam. Nem nézem meg a csatákat előre, úgyhogy igazából majdnem minden meglepetésszerűen ér engem. Na, 5-6 az enemynek, nagyon fasza. Van egy killünk és 1352 damage. 6-6, gyönyörű. 6-7, nem gyönyörű. Van még mindig 2 a tárba. Nézzük. Japán Heavy itt van mellettünk supportnak, nagyon jó. Revo középen a szuval. A 85-ös visszatolt, ő szerintem próbálja fedezni a KV2-est. Ott az udes bazd meg. Ez mit keres itt? Az hova ment el? Hát nem tudom, gyerekek, nekem nemrég lett meg az udesem, jó, ezt áprilisban veszem föl, mire odaír, akkor lesz kb. Szeptember. Vagy nem tudom, mikorra fogom feltenni. Nekem is van udesem, de ilyet nem nagyon csinálnék vele, tehát ugyanaz a feelingem van vele ebből a szempontból, mint az S1-ből. Tulajdonképpen nem nagyon alkalmas az ilyen dolgokra az így módos cucc véget, viszont kicsit közelebb jön az a hülye szar, akkor kiszpotol minket proxyból, és igen, nem tudjuk, hogy hol van az udes. Balacskó meg a kimondja a szemét, az benne játszik középen a Kilana. Megvan ez a búza. Az hova ment el? Lepattant. Na végre. Ugye ez a hatos, mi a faszom, polák szar. Most mindenki meg van bolondulva, mert behozta Wargaming ezt a sok polák szart. Nincs elég polák ebbe a szarba, még azért kell behúzni egy pár százezret. Vagy visszaívni. Egyik sem jó. Na mindegy. Szóval akkor a búza gyereket egyet tudtunk neki adni. 2 kill. Rob újra tölt, nagyon fasza. Ah, te függőleges stabilizátort használsz rajta. Lehet, hogy meg kipróbálom is ezt a setupot. Meg még bónusz függőleges stabilizátort. Oké, és oké. Hát ő belenézett a Japan Heavy-be. 9-8. Igazából... hát lehet, hogy elmennék a KV2-ért. Vagy más nem, akkor az udest innen megpróbálnám megcsinálgatni. De szerintem nem fog visszajönni feléd.
Hát igazából lehet, hogy érdemes lenne seggbe tolni. Ó, fél HP-m van. Volt. KV2-esünk kibombáztam, nagyon jó. Ujjajjaj, full HP-n. Az jó. Na még egyet. Rom. Nice. Na még. Csőváz. Hát az benézte. Gyönyörű, itt van a GV is alattunk. Újra kéne akkor tárazni, hogy elnézem, Robben ezt meg is teszi lassan. Már táraz is, nagyon jó. Sajnos valami bug van a replay-ben és nem mutatja a betöltési időt. De láthatjátok a kis ikonon, hogy lassan Rob betölt. Na akkor meg kéne baszni a klikkert, nem? Azaz. Aranypöcsér Demrend. Ez az bazd. Így kell csinálni. Szép volt, Rob. Ismét nőttél a szemembe, tesóm. Minden klikker kinyírást díjazok. Nagyon fasza. 3 kill, 3008 damage. Igen, valamelyre még itt csövezik a KV2, itt is van. Oly, de mellé lőtt, azaz. Gyönyörű, szed ki. Nice, 4 kill. Zsilett, valamelyre még az M6-os szuttyog. Nagyon penge, 4 kill. Ajjajjajja, és pont baszki tárazunk. Hát ez kellemetlen. Az M6 meg a Japan Heavy elszórakozik egymással, hogy elnézem. Mindjárt betárazunk. Hát jó lenne még legalább egy lövést belengedni abba a csoróba. Na Rob, ami a csövön kifér. Nice. 4 kill. Gyönyörű, gyönyörű performance. 4 kill, 3632 damage. Rob sokkal jobban bírja használni a Lord, mint én. Nekem még annyira nem jött át ez a Verda, bár ez a táras tudsz és ez a kifelévő burst damage, pláne a kicsik ellen nagyon hatékony tud lenni. De én annyira még nem érzem ezt a Lord. Nem azt mondom, hogy rossz Verda, megvan Darkinak is. Tőle is láthatok már egy-két csatát a Lordral. Nekem még annyira nem jött át, én még barátkozom vele. De Rob, az látom, profin nyomja a bizniszt vele. Jó kis balhé volt ez. Csá népek!